Sziasztok, én Ádám vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix. Az eheti Weekly-ben eláruljuk, hogy mikor és milyen áron érkezik a Google Stadia, hogy melyik újabb ellentmondásos énekesztár életét dolgozzák fel filmen, és hogy a Sony kitart-e a történetmesélős játékok mellett a jövőben. Csapassuk! A Google egy livestreamben felfedte a forradalminak ígért játékstreamelő szolgáltatásának legfontosabb részleteit. A Google Stadia idén novemberben rajtol el 14 országban, sajnos Magyarország nincs köztük, de 2020-ban további régiókra is kiterjesztik, szóval reménykedhetünk, hogy nálunk is bevezetik majd. A szolgáltatás több verzióban lesz elérhető. Az elsőként induló Stadia Pro 4K felbontásra, 60 FPS képfrissítési sebességre és HDR támogatásra lesz képes, 10 eurós havidi ellenében, viszont a játékokat külön kell megvásárolnunk hozzá teljes áron. Jól lehet, Pro előfizetéssel egyes játékokhoz kedvezményes áron juthatunk hozzá, és lesznek ingyenes címek, is, mint például a free-to-play üzleti modellre váltó Destiny 2. A Stadia Base csak 2020-ban válik elérhetővé ingyenesen, de ezzel csak 1080p felbontással és 60fps-sel élvezhetjük a játékokat, HDR támogatás nélkül. Végül ott lesz még a Founders Edition, ami 130 dollár, és egy limitált szériájú Stadia Controller, egy Chromecast Ultra, valamint két darab három hónapos Stadia Pro előfizetés jár hozzá. A Stadia Kontrollerek önállóan 69 dollárba kerülnek, a szolgáltatáshoz pedig minimum 10 megás internetet ajánlanak, igaz, a 4 már 35-ös kell. A Stadia 31 játékkal rajtol el, köztük a Ghost Recon breakpoint a Doom eternal és a Baldur's Gate 3-mal. Ti mit gondoltok a Stadiáról? Írjátok meg kommentben! A Freddie Mercury és a Queen sztoriát feldolgozó Bohém Rapszódia és az Elton John-ról szóló Rocketman után Boy george is film készül. Az androgyn megjelenéséről és drog problémáiról ismert énekes karrierje során több mint 50 millió albumot adott el, és olyan népszerű dalokat köszönhetünk neki és Bondájának, mint a Karma Chameleon és a Do You Really Want to Hurt Me. A hírek szerint a filmben az ír munkás családba született énekes életét egészen addig követhetjük, amíg a 80-as években Culture Club nevű együttese népszerűsége csúcsára jutott. Egyelőre a film címét és bemutatójának tervezett dátumát nem közölték, és azt sem tudjuk, ki majd a főszerepet, de az már kiderült, hogy Sasha Gervaisi lesz a film könyvírója és rendezője, aki többek között az Alfred Hitchcock életét bemutató 2012-es Hitchcock című drámát jegyzi. Aki szerette az olyan történetközpontú játékokat, mint a God of War, a Spider-Man vagy a Days Gone, az most megnyugodhat, a Sony továbbra is elkötelezett a műfaj mellett. A játékosok jelentős része komolyan félti a történetmesélős, illetve egyszemélyes AAA videójátékokat, mivel a modern üzleti modellekkel megáldott multiplayer címek hatalmas sikereket érnek el, a kiadók pedig ezekkel a megjelenés után évekkel is rengeteg pénzt tudnak keresni. Jim Ryan a Sony játékos vonalának elnöke egy friss interjúban azonban megnyugtatta a PlayStation rajongóit, elmondása szerint ugyanis a történetközpontú központú játékaikkal még sosem maradtak akkora sikereket, mint mostanság. Ami persze tetszik a kiadónak, ezért az ilyen műfajú játékokról sosem fognak lemondani. Ryan szerint a szolgáltatásként kezelt címekkel sincs probléma, amennyiben jól készítik elő őket, és kellő tartalommal ott tudják tartani a játékosokat. A jövő bíztatónak tűnik a Sony számára, ugyanis három nagy történetmesélős játékuk, a novemberben érkező Death Stranding, a The Last of Us Part 2 és a Ghost of Tsushima még megjelenés előtt áll figyelem, ha nem láttátok még a negyedik bosszúállókat, akkor most fogjátok be a fületeket. Az utóbbi időben szinte nem telik el úgy nap, hogy valaki ne indítaná egy petíciót, amiben újraforgatást, esetleg az alkotók vagy egy színész lecserélését követeli. Most éppen a Marvel fanok kezdtek el aláírás gyűjteni, hogy a stúdió hozza vissza a bosszúállók végjáték befejezésében életét áldozó Tony Starkot. A petíció szövege szerint Tony nem ezt érdemelte, és ez nem fair. Mindazok után, amiken keresztül ment, és azért, amit mindenki másért tett, azt érdemelné, hogy éljen és lássa felnőni a lányát. Stark annyira fontos karakter, hogy nélküle a rajongói teljesen elveszettek. Éppen ezért az aláírók, akik jelenleg 33 ezeren vannak, azt kérik a Marveltől, hogy támasszák fel őt. Ugyanakkor azt már egy ideje rebesgetik, hogy Robert Downey Jr. a negyedik bosszúálló film után elbúcsúzik a franchise-tól, úgyhogy a Marvel valószínűleg egy újabb vasembert állít majd Tony helyére. Ha az elkövetkezendő napokban vásárolnál magadnak gaming laptopot, akkor érdemes egy pillantást vetni az Asus kínálatára, ugyanis június 30-ig most elégedettségi garanciával válogathatsz a gépek között. A promócióban az Asus Staff amd laptopok vesznek részt 2019. június 30-ig, feltéve, ha a vásárlás után 14 napon belül pár egyszerű lépéssel regisztrálod a géped az Asus honlapján. Ha valamiért nem volnál elégedett a termékkel, akkor a számla keltétől számított 60 napon belül érvényesítheted az elégedettségi garanciát, és visszakapod a pénzt. Arra azonban ügyelni kell, hogy sérült, karcos, hiányos, illetve nem rendeltetésszerű használat miatt működésképtelenné vált termékeket nem vesznek vissza. A Csernobil karaktereinek többségét valós személyekről mintázták, de azért vannak kivételek is. Ugyan a komjuk például egy kitalált karakter. Az Emily Watson alakította atomfizikus egy személybe jelképezi a katasztrófa ügyében nyomozó tudósokat, de a forgatókönyvet író Craig Mezin szerint azért is volt szükség a karakterre, hogy bemutassák, a szovjet tudományos életben a nők is fontos szerepet játszottak. A Szovjetunió politikai vezetésében nagyon kevés nő volt, mondta az író, majd így folytatta. De volt egy terület, amelyen a szovjetek progresszívabbak voltak nálunk, amerikaiaknál, ez pedig a tudomány és az orvostan. A Szovjetunióban nagyon nagy volt a női doktorok aránya, és igen, a tudományos életben is betöltöttek pozíciókat. Mezine mellett arról is beszélt, hogy felszabadító volt egy olyan karaktert írni, akinél nem kellett a hiteles ábrázolás ábrázolásmóddal törődnie, és aki kimondhatta, ami a sorozat nézői fejében járt. Ennyi volt az eheti Vikli weekly Mára, hogy megköszönöm a figyelmeteket, de ne felejtjétek, hogy ma az a szombat este elrajtol az idei E3 az EA Play előadásaival, mi pedig természetesen nyomon követjük majd az eseményeket. A fenti központi oldalunkon minden fontos hírt, bejelentést és trélert megtaláltok majd, a legizgalmasabb konferenciákat pedig velünk együtt nézhetitek meg, ugyanis élőben közvetítjük majd őket itt a YouTube csatornánkon. Tartsatok velünk és készüljetek, ugyanis hosszú éjszakákkal nézünk szembe. Sziasztok!